Egészen elképesztő megfejtésre jutottak az amerikai hírszerzés egyik legkomolyabb szivároktatási botránya után nyomozó újságírók. Kapaszkodjanak meg, egy rasszista, fegyvermániás, isten hívő gamer fiatalban találták meg a hazaárulót, aki titkos iratok százait hozta nyilvánosságra. Az amerikai hatóságok egyenlőre nem erősítették meg a Washington Post leleplezését, de a kommentelők már most meglehetősen bizalmatlanok a leírtak igazságtartalmával kapcsolatban. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli hírek, események hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, hogyan ezt már több mint 32 ezerre megtették. Az értesítéseket pedig a csengőgomb megnyomásával tudja beállítani. Ott, egy sorozatunk korábbi adásaiban részletesen is foglalkoztunk a Pentagon botrányban, kiszivárgott bizalmas aktákkal kerültek nyilvánosságra információk az ukrajnai háború tavaszi offenzívájáról, az Oroszországnak nyújtandó titkos fegyverszállításokról, de kiderült például az is, hogyan kémkedett saját szövetségesei után az Egyesült Államok. Az adások linkjét a leírásban találja meg. A Washington Post egy exkluzív oknyomozó riportot közölt arról, hogy vélhetően megtalálták azt az embert, aki kiszivárogtatta a szigorúan titkos iratokat egy Discord nevezetű közösségi oldalon. Ezen a felületen egyébként főként különféle számítógépes játékokkal játszó fiatalok csevegnek egymással, sajtóhírek szerint itt kezdett el először terjedni az a dokumentum csomaga, amit a Pentagonból szivárogtattak ki. A lap interjút is készített a csoport egyik 12 éves tagjával, egy kis kamasszal lényegében, aki az online levelezésükből ismerte az OG monogrammal emlegetett 20 év körüli férfit, aki fényképeket és videókat is megosztott magáról. Az egyik ilyen videón maga OG látható, ahogyan egy lőtéren áll egy nagyméretű puskával felvételen, ráadásul az látható a poszt szerint, hogy a férfi fai és antiszemita szidalmak sorozatát kiabálja a kamerába, majd több lövést ad le egy célpontra. A beszámoló szerint OG a csoportban a társainak azt mondta, hogy egy a jelentésben meg nem nevezett katonai bázison dolgozik, ahol a munkája nagy mennyiségű titkos információ megtekintésével jár. A csoport tagjai a lapnak arról számoltak be, hogy körülbelül 300 fényképet láttak a titkos dokumentumokról, ami háromszorosa annak a számnak, amit eddig korábban a hatóságok beismertek, vagy amiről tudnak. A posztnak nyilatkozó kiskamasz szerint OG nagyon zavarodott és elveszett volt, amikor a botrány kirobbant, nem tudta, hogy mit tegyen. A csoporttársainak küldött utolsó üzenetében OG azt kérte, hogy maradjanak csendben és töröljenek minden olyan információt, ami esetleg rá vonatkozik, köztük a titkos dokumentumok másolatait is. A csoportban egyébként mintegy két tucat fiatal fiú volt tag, ők látták a dokumentumokat, az érdeklődést az adta, hogy közös játszásból adóan, adóan szerették a fegyvereket, a katonai felszereléseket és sajtóhírek szerint tent. OG egyébként az Original Gangster, azaz az eredeti gangster elnevezését viselte, sokan felnéztek rá, mert bár alig volt több, mint 20 éves, ő volt közöttük a rangidős. Az egyik tag szerint erős, fit, fegyveres, kiképzett ember volt, olyan, mint egy filmben. A Washington Post információi szerint egy olyan adminisztrátoroként tevékenykedett, amelyet eredetileg még a Covid világjárvány alatt 2020-ban hoztak létre a Discordon. A csoportnak egyébként több neve is volt, de leggyakrabban a Tax Shaker Central néven futott. A dokumentumokat, amelyeket nyilvánosságra hozott, a Bear vs. Pig, tehát a medve kontra disznó gyűjtőnével illette. A tagok a cikk szerint amúgy főleg mémeket és állítólag rasszista vicceket osztottak meg egymással, együtt néztek filmeket, és még a report szerint közösen is imádkoztak. OG többször beszélt nekik a világ dolgairól, titkos kormányzati műveletekről, a tagok szerint tartani akarta bennük a lelküt, az űrzavaros világ közepette. Sőt, a beszámoló jóval több dokumentumról szól, mint amit eddig a sajtóban láthattunk. A beküldött dokumentumok között szerepeltek például titkos jelentések magas rangú politikai vezetők tartózkodási helyéről és mozgásáról, valamint volt olyan geopolitikai elemzés is közöttük, ami kifejezetten külföldi kormányok választásokba való beavatkozására irányuló erőfeszítéseiről szól. A források szerint ténylegében minden benne volt ezekben az iratokban, amit csak el lehet képzelni. OG a dokumentumok egy részét kézzel másolta, miközben jegyzetekkel látta el azokat, hogy a fiatalabb tagok is megértsék a szakzsargont és a rövidítéseket. Egy idő után azonban ez nagyon fárasztóvá vált, ekkor kerültek elő az első fotók. A Washington Post az exkluzív oknyomozás körülményeiről annyit árult el, hogy egy kiskamasszal készült ugye az interjú, akinek az édesanyjától kaptak engedélyt, azzal a felvététellel, hogy a hangját nem pedig fel. A beszámolója szerint Ógé nem volt ellenséges kifejezetten az Egyesült Államokkal, ugye a hazájával szemben, és az orosz-ukrán konfliktusban sem fogta egyik fél pártját sem. Kritikái viszont voltak a jelenlegi adminisztrációval szemben, állítólag baljós erőként beszélt a bűnöldöző szervekről és a hírszerző közösségről, amelyik igyekszik elnyomni a polgárait és sötétben tartani őket. A végső kiszivárgás egyébként úgy történt, hogy a privát csoport egyik tagja a többiek tudta nélkül egy másik Discord szerverre elkezdte feltölteni a befotózott dokumentumokat. Amikor ez elkezdett szélesebb körben terjedni, és először lehozta a botrányt robbantó New York Times-a cikkét, akkor OG még egyszer őrjöngve jelentkezett be a szerverre, és azt mondta, hogy történt valami. Állítólag Istenhez imádkozott, hogy ez az esemény ne történjen meg, de így, hogy megtörtént, most már Isten kezében van a dolog, fogalmazott. Sajtóhírek szerint egyre több bizonyíték szól amellett, hogy a szivároktatás tehát nem egy állami szereplőnek a hírszerzési művelete volt, amelynek mondjuk célja lett volna az USA lejáratása, hanem sokkal inkább a Pentagon azon protokolljának a következménye, amely szigorúan titkos biztonsági engedélyeket meglehetősen nagy számú katonatisztnek, civilnek és alvállalkozónak adott meg. Joe Biden amerikai elnök az ügyel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy tel teljes körű vizsgálat zajlik az amerikai hírszerző szervek és az igazságügyi minisztérium részéről a kiszivárgott dokumentumok ügyében, a hurok pedig a tettes körül egyre szorul. Biden egyébként írósági látogatásán nyilatkozott a sajtónak, ígéretet tett arra, hogy megkapja méltó büntetését az a szivárogtató, akit vélhetően hazaárulással gyanúsítanak majd. Habár az amerikai elnök szerint a kiszivárgott dokumentumokban nem volt semmi aktuális, így az nem jelent fenyegetés, diplomáciai botrányjal azért mindenképp számolnia kell az Egyesült Államoknak. A szövetségeseket érintő megfigyelések kapján, kapcsán több ország is magyarázatot vár Washingtontól, hogyan landolhattak ilyen fajsúlyú információk a közösségi oldalakon, illetve az is bizonyítást nyert, hogy nem lehet megbízni még a szövetségeseknek sem az amerikai hírszerzésben. Ha egy személyes véleményt egyébként megengednek, a legendás UFO lelövéseknek eladott, kiiktatott időjárásballonok és az északi áramlatot felrobbantó ukrán ember el elmélet után én nehezen hinnék el bármilyen magyarázatot, a Pentagon szivárogtatásra, akár az amerikai hatóságok, akár az amerikai mainstream média tolmácsolásában jelenik is meg. Annyit még érdemes hozzátenni a fentiekhez, hogy a legutóbbi adásunk óta ismét újabb akták szivárogtak ki és kerültek feldolgozásra. Ezekből többek között az derül ki, hogy az orosz kormányon belül komoly belharcok vannak, erről már a New York Times számolt be. A visszajállítólag az ukrajnai háború halottainak és sebesültjeinek a számavétele miatt alakult ki, a belső hírterjedés arzal vádolta meg a hadsereget, hogy elfedik az orosz veszteségek mértékét. A 27 oldalas dokumentumokból úgy tűnik, hogy az amerikai hírszerzés mélyen be van épülve az orosz hírszerzésbe, és a katonai parancsnokság lényegében összes rétegébe. Az FSB állítólag arról tudósít ezekben az iratokban, hogy az orosz áldozatok száma a 110 ezer főhöz közelít, a vitát állítólag Putin személyesen próbálta meg megoldani azzal, hogy Jevgenyi Trigozsint és a, a, a Wagner-nek a vezérét, illetve Solygóta a védelmi minisztert egy találkozóra hívta február 22-én, ennek az eredményeiről viszont nem derült ki bővebb információ. Ezekkel kapcsolatban azonban megjelentette a legtöbb sajtóorgánum, hogy független forrásból ezeket nem tudják megerősíteni. Köszönöm, hogy a Kulifai Mátét hallották. Ha tetszett a műsor, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és mondják el a véleményüket az esetről a komment szekcióban. Ha támogatnák a további podcastjeink elkészültét, ezt is meg tudják tenni a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!